Felhívásukban elsősorban az 56 utáni megtorlás áldozatainak rehabilitálását követelték, mint a magyar politikai élet megújulásának előfeltételét. Mondd el, mert ez egy világcsodája, egy szegény nép karácsonyfája, a csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok esőknek. Imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert máshol a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa, Magyarország. A magyar társadalomhoz fordulunk. Követeljen velünk együtt a kivégzettek méltó eltemetését és egy nemzeti emlékmű felállítását, mely megörökíti a sztálinista önkény, a vele szemben vívó szabadságharc és megtorlás áldozatainak emlékét. Helyezzen el virágot a Rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában nyugvó mártírjaink jeltelen sírján. Budapest, 1988. május. A Történelmi Igazságtétel Bizottsága. Gyenes Judit, Maléter Pál özvegye. Nagy Erzsébet, Nagy Imre lánya. Maléter Pál, Haldali Szilány Józsefné. Losonci Géza özvegye. 1989. június 16-án újra temették Nagy Imrét, Nimes Miklós, Losonci Gézát, Maléter Pált és Szilágyi Józsefet. A hatodik fogolcsóval jelképesen az 56-án pártíroknak állítottak emléket. És elment sok ember előtte, a katona, ki szíven dögte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, belemártott kezet a tálban, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szívta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer, mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta? Közélek várják a koronstokukat. A szovjet csapatok elindultak Magyarországon. Megkezdődött a csapatok korásról szóló tárgyalások.
közben megérkezett a távirat az Egyesült Államokból. Bolen a magyarai nagykövet közli, hogy kormánya Magyarországot nem tekinti potenciális politikai partnernek. De a srácok erről semmit sem tudtak. Remélem, van interaktív sikerre jár a csapászigeti tárgyalásokon. Balinak biztosan sikerül önbe vetni minden ügyességét. Moszkvának sürgős a szerződés aláírása. És mit tetesz pontosan az ügyességét? A fióképűségét? Nem hiszem, hogy ez Mali neptársat nagyon meghatná. Század, vigyázz! Vigyázz, pihenj! Látom, optimista hangulatban van. Ő nagy elvtárs. Milyen jó híreket hozott. Valóban elvtársnak. Megszületett az első kézzel fogható eredmény a szovjet csapatok kivonulása terén. Malinyi belejegyzett, hogy a Magyarországon tartózkodó szolgálatterő január 15-ig elhagyja a hazánk területét. És ez egészen bizonyos? Tessék, Marosnak elvtárs, itt az előkészített jegyzőkönyv. Éjjel! És most hogyan tovább? A tárgyalás utolsó fázisára ma éjszaka kerül sor a körön, a szovjet katonai főhadiszálláson. És miért volt ott? Mondjuk nyelvtársa nemzetközi diplomáció szabályra hivatkozott. Mivel ma délelőtt az oroszok tárgyaltak a Magyar Honvédelmi Minisztériumban, úgy találták rendben, hogy a tárgyalások befejező szakaszon áll, az ő főhadiszállásokon történik. Nosonc jártás, bízik ön Moszkva ígéretében? Valószínűleg Moszkvának sürgősé vált a szerződés aláírása. Talán az ENSZ miatt. Maléter elvtárs, azonnal jöjjön, rádióüzenet érkezett. Reméljük, hogy nem rossz hír. Mit gondoltok? Ne találkozzunk, bár szerintem az oroszoknak nem lehet hinni. Század, vigyázz! Eligazításra felkészülni! A kormány arról értesített, hogy Szolnoktól Ceglédig, Értőszékesfehérvárig szovjet páncélosok vonultak föl. Megtudtuk, hogy a Szovjetunió akkor vadőrrel bír Magyarországot, melynek tízinten elég lenne bennünket legyőzni. Mindez valószínűleg a nyugatnak szól. Suez miatt tüntetnek, erőre most rá. Számomra a legfontosabb a fegyvernyomás betartása. Egy ballépésnek beláthatatlan következményei lehetnek. Parancsnok, további utasítás, hogy ne csináljanak semmit. Értettem, század, pihenj! Losonc jártás, mehetünk a tárgyalásra. Annyira féltelek, nagyon vigyázz magadra. Hivatalos kormányközi tárgyalásra ügyek, mint diplomata. Nem esett változása. Sajnos az európai diplomácia szabályai távol állnak az oroszokétól. Ebben a helyzetben nem tennének ostobaságot. Vagy éppen azért. Thank you.
Na, tűnjetek már, jönnek az oroszok. Mi korministák vagyunk, itt maradunk. Valószínűleg meg kell halnunk. Ez háború. Ők támadtak meg minket. De nekünk most az a feladatunk, mielőtt meghalunk, hogy minél többet megöljünk közülük. Jó gondoljátok meg. A halálról beszélek. Értitek? És csendesen a fal mellett kisétáltuk az üldői útra. Az úton több kiégett harckocsi és különféle harci járvú roncsa hevert. A Páva utcával szemben egy megadott jelre legalább 22 útra futni a másik oldal felé. Nagyon sötét volt, alig láttunk valamit. Amikor egy vakuszerű villanás követően iszonyú erejű gépfegyver sorozatot kaptunk. A kisrác, aki mellettem futott, elesett. Én leálltam, hogy hajoljak hozzá, de egy erős kéz megragadott és a járdára lökött. A kapuajba ugrottunk. A harckocsi fényszórjának fényében láttuk, ahogy a kisrácot tovább lövik. És halott testőmi még arrébb, és arrébb csúszik a kocka követően. Vízszintben állt ösvényel az árok, egymással látták a gyászuszárok. Tocsantak térdig, többig, derékig. Senki se látta, mégis beszélik. És a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukkal föl-le földobták. Volt minden egérjú, gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra. Dunából tengerbe ki az óceánra. Húszik a koporsó, zene a vitorla. Húszik a koporsó, zene a vitorla. Menj bel az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a maradók. Ahol nem cseng a karácsony. Nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Mert találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamás, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, mikor az élet eleve mellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsák. Mert csillagék, hasad a hajnal, mondd meg nekik, menj bel az angyal. A hősök terén több százezer gyászolajon hangzott el az egykor halálra ítélt műegyetemista Mécsüme szájából. Gyásznak a mai, amikor a nemzet önmaga 32 évét veszi számba. Nem itt tartanák, ha a Szovjetunió akkori vezetői nem folytják vérbe és könyvbe nemes forradalmunkban. Nem csak bűn, óriási történelmi hibákat követtek el akkor, amikor brutálisan megakadályozták, hogy a magyar nép a maga útját járja. Kárt okoztak ezzel saját népeinek. A történelem csavarmenete kiássa eltemetett igazságainkat. Lényeges gyakorlat az emberek közt nem a szavak, nem a magatartás intézéke. Márai Sándor szavai ezek, aki végigérte azt a forradalmat, melyről ma megemlékezünk. És arra a szavak számítanak az emberek közötti kapcsolatban, hanem a tettek, a cselekedetek. Kiállás a másikért, segítségjutás embertársainknak, figyelmesség a szeretet lény felé. Mind-mind olyan cselekvés,
melyek közvetlen környezetükre hatást gyakorolni, és ez az odafigyelés a másik emberre szélesebb körben is kiterjed, akkor talán jobban tehetjük a mai Magyarországot is. Olykorban születtem, amiről én nem tehettem, mások döntöttek helyettem. Mikor ketté szakadt az ország, mások akarták irányítani a nemzet sorsát. Engem senki sem érkezett. A halál csak jött, nem érkezett. Olykorban születtem, amiről én nem tehettem, mások döntöttek helyettem. Ha apám vagy anyám kérdeztek volna, de nem, vagy valaki, akarsz a világba születni? Ha majd a vizek elordják a tüzet, ember embernek szeretehet füzet. A válaszom ez volna, akarok. Mivel nem kérdezte senki, ezért világra kellett élni. De ez se lehetett életlen. Részese vagyok a múltnak, a mának. A dolgok utatnak a jövőre és az igazságra. Vagy az és a visszaemlékezés szívszorító perceiben a társadalom kész a megbékélésre, mert így kívánja az ország érdeke, és mert ezzel fejezi ki tiszteletét Nagy Imre és Mártír társainak. De a békés magyar nem felejt, és türelmetlen, megnyugtalan is, tettekre vár, gyors, határozott cselekvést kíván. Szabad hazát, jogállamot, tisztességes megélhetést. Olyan demokratikus, szociális és törvényes társadalmat, amelyet a felkelt nép 1956. októberében megálmodott, és amely valóban az intézményes rend és béke országa lesz.